Köszöntöm a Köztér valamennyi nézőjét. Vasárnap, azaz május 26-án tartják hazánkban az európai parlamenti választásokat. Magyarországon reggel 6 és este 7 óra között várják a szavazó körökben a választópolgárokat, és összesen egyébként 8 millió 14 ezeren dönthetnek arról, hogy kik foglalhatják el a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet az Európai Parlamentben. Erről és a technikai részletekről is beszélgetünk stúdiónk vendégével, Pápai Erzsébettel, a választási iroda vezető helyettesével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is, hogy itt lehetek. Azt hiszem, hogy talán az egyik nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan szavazhatnak mindazok, akik elmennek május 6-án? Mire lesz szükségük? Milyen iratokat vigyenek magukra? Mire hívná fel a figyelmüket a választópolgároknak? A választás során a szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságnak be kell azonosítani a választópolgárt. Ennek a módja az, hogy a személy azonosítása alkalmas igazolványával, amely személyigazolvány, útlevél lehet, illetőleg a jogosítvány vagy vezetői engedély, mindegyiknek természetesen érvényesnek kell lenni, ezzel lehet a személyazonosságot igazolni, és ezen kívül a választópolgárnak vagy a lakcímét, vagy a személy azonosítóját, leánykori néven személy számát kell bemutatni a bizottságnak. A lakcímet nyilvánvalóan lakcímkártyával lehet igazolni, ezen szerepel a választópolgárnak a személyi azonosítója is, tehát ez más segítséget nyújthat a választás során. Azonban vannak olyan idős emberek, akiknek a régi könyvecske formátumú személyigazolványuk van, ha azóta nem változott a lakcímük, akkor nincs lakcímkártyájuk, de akkor ez az egyetlen egy igazolvány alkalmas arra, hogy az ő személyazonosságukat és lakcímüket igazolja. És ugye ez egy kulcs gondolat, hogy érvényesnek kell lenni az igazolványnak, mert gyakran azzal szembesül az ember, hogy pont akkor vesz észre, hogy ho-ho. Sajnos a lejárt igazolvánnyal már nem lehet az igazolást megtenni, és azt a szavazás napján pótolni sem lehet. Mindenképpen meg kell próbálni olyan érvényes igazolást magával vinni, olyan igazolványt érvényes magával vinni a polgárnak, amellyel tudja igazolni. Ha a személyigazolvány lejárt és nem figyelt oda, akkor ha van útlevele, akkor azzal. Jogosítvány? Ha jogosítványa van, akkor pedig azzal. Általában a jogosítvány nem szokott lejárni, vagy legalábbis bízunk benne, hogy senki nem vezet úgy, hogy lejárt a jogosítvány. Székesfehérváron egyébként hány szavazókörben tehetik meg ezt a választópolgárok, illetve van-e valami különleges helyszín? Igen, 92 szavazókörben várják a választópolgárokat a szavazatszámláló bizottsági tagok. A 92 szavazókör közül van egy különleges, a 28-as számú Mugács Mihály Általános Iskolában található. Ez az egy szavazókör az, amelyet a választási eljárási törvény előírásainak megfelelően ki kellett jelölni arra a célra, hogy ott a település szintű lakcímmel rendelkezők szavazzanak, valamint ugye az országgyűlési és az EP választások során van ez a speciális helyzet, hogy az átjelentkezéssel szavazók, azok a választópolgárok, akik nem a lakóhelyükön tartózkodnak, amikor a választások vannak, azt kérhették ugye szerdán 16 óráig, hogy átjelentkezéssel szavazhassanak, ebbe a szavazókörbe fognak menni. Ez a szavazókör megerősített gárdával, engedjék meg, hogy így mondjam, de egy összeszokott jó csapat fogja várni a választópolgárokat. A szerdai névjegyzék zárását, illetőleg a kéremek elbírálásának lezárását követően kialakult, hogy ebben a szavazókörben ott lakcímmel rendelkezőkkel együtt az átjelentkezett választópolgárok számával együtt 2480-an fognak szerepelni a névjegyzéken. Ez nekem most elég magas számnak tűnik. Vagy ez erre számítottak? Tulajdonképpen mi ennél többet vártunk. Ezt azért mondhatom, mert az országgyűlési választások során ugyan nem ez a szavazókör volt kijelölve, de ugye most 1039 fő az átjelentkezéssel szavazó, az elmúlt évben a választások 2000 fölött volt ez akkor a szám, tehát most tulajdonképpen szolidabb, és olyan szempontból egyszerűbb a helyzet, hogy egyféle szavazólap van. Igen, és ugye 5 évente van európai parlamenti választás, így egy kicsit fel kell frissíteni mindenkinek az élményét, ez is egy egyfordulós választás, ezt elmondhatjuk, ugye? Igen, természetesen. Milyen eredményekre lehet majd számítani, mikor lehet majd az eredményekre számítani, hiszen ugye itt azért az idő eltolódást is figyelembe kell venni. Így van, ugye akkor lehet majd a végleges tájékoztató eredményt közzétenni,
hiszen még az sem lesz teljesen végleges eredmény, hiszen a külföldi szavazatoknak a megszámlálása az majd a jövő héten fog megtörténni. Tehát azt az előzetes eredményt, tájékoztató eredményt a Nemzeti Választási Iroda 23 óra elteltével, tehát 23 óra után, amikor az Unióban az összes szavazókör úgymond bezár, minden uniós tagállamban befejezik a szavazást, akkor lehet közzétenni. Napközben azért a részvételi adatokról fog tájékoztatást kapni bárki, aki ez iránt érdeklődik, hiszen a szavazóköröknek mondhatom azt, hogy 2 óránként kell tájékoztatást adni arról a központi rendszernek, hogy hányan jelentek meg szavazni. Ez az interneten is közzéteszi majd a Nemzeti Választási Iroda, meg természetesen mi is tájékoztatást fogunk adni a fehérvári médiának. Igen, tehát aki ez iránt érdeklődik, akkor gyakorlatilag folyamatosan nyilván a médiacentrum felületein, de a választás.hu oldalon is ezeket a különböző számokat megtalálhatja, meg ott szoktak készülni érdekes összehasonlításokkal is, tehát aki ilyenben szeretne elmerülni. Ugye egy listára szavazunk, hiszen itt pártlistát állítottak. Így van. 9 jelölőszervezet állított listát. A listáknak a sorrendjét a Nemzeti Választási Iroda lista bejelentés utolsó napján sorsolta ki. Ezen azóta változtatni már nem lehet. Elárulhatom, hogy a szavazólapok is elkészültek. A kollégáim éppen a választási szállító dobozokat, iratokat tartalmazó dobozokat rendezik, ezekben találhatóak a kész szavazólapok. Tehát itt már változás csak akkor történhet, ha valamelyik lista úgymond kiesik, mert akár a jelölőszervezet visszavonja a listáját. Ebben az esetben természetesen erről a választópolgárokat minden szavazókörben tájékoztatni kell, és hát a szombati nap áll rendelkezésünkre arra, hogy a vasárnap felhasználandó szavazólapokról akkor a kieső listát törölnünk kell. Át kell húzni magyarul. És egyébként, ha már a szavazólapokat említette, akkor ugye ezek sem sima fehér lapra kinyomtatott dolgok, hanem ennek is ugye meg kell felelni mindenféle elvárásnak, különböző jelzésekkel van ellátva, hogy az hiteles szavazólap lehessen. Hát az állami nyomda állítja elő a szavazólapokat, tehát nincs már, hát jó pár évvel ezelőtt szűnt meg az a lehetőség, ugye, hogy helyileg lehetett különböző nyomdák útján előállítani a szavazólapokat. Ezt már csak központilag speciális papírra és speciális módon gyártja az állami nyomda, és onnan is kerülnek kiszállításra, kötegelve, csomagolva, lezárva. Hát mondanám azt, hogy szigorú számadású nyomtatványként, de teljes egészében ez természetesen így nem igaz. Mire számíthat az, hogyha valaki korán kell, és mondjuk elsőként érkezik az adott szavazókörbe? Ugye 6 órakor nyitják meg a szavazóköröket, a bizottságok. Az elsőként szavazó választópolgárnak feladatai vannak. Ugye azon kívül, hogy igazolni fogja magát ugyanúgy, mint bármely más szavazás során, az elsőként szavazó polgár jelenlétébe fogják megvizsgálni azt, hogy az urnák üresek, itt a két nagy urna, amely a szavazókörben rendelkezésre áll, és az úgynevezett mozgóurnát addig nem zárhatja le a bizottság, amíg meg nem érkezik az elsőként szavazó. Megállapítják, hogy minden zárva van, ott a bizottság tagjai az urnákat lezárják, műanyag plombák állnak rendelkezésre, illetőleg ahol papírurnát kell majd még alkalmazni, ez a 28-as szavazókör lesz a különböző feladatok ellátásához, ott pedig nemzeti színű szallaggal fogják lezárni, és ott le is pecsételik az urnákat. És ezt követően még ennek a polgárnak bizonyítania is kell, hogy ez így történt. Ennek két módja lesz. Az egyik, hogy az ellenőrző lapot, amely a mozgóurnához tartozik, azt kell kitölteni, a választópolgárnak a névjegyzékbeli sorszámát, nevét felírni, és ő is aláírja ezt az ellenőrző lapot, valamint valamennyi bizottsági tag, és ezt bele kell dobni a mozgóurnába. A másik két urna esetében, amely ugye egész nap ott van a bizottság szem előtt, ott a jegyzőkönyvön kell rögzíteni azt, hogy milyen számú plombákat helyeztek el rajta, és ugyanígy a választópolgár nevét, névjegyzékbeli sorszámát és az aláírását, és a bizottság tagja és a jegyzőkönyvnek ez rubrikáját, amelyhez tartozik, mindannyian aláírják. Úgyhogy csak ilyen hiteles urnában elhelyezett szavazólapok lesznek érvényesek,
És az, a mozgónál belhelyezett ellenőrző napnak az is a jelentősége, hogy amikor este befejeződik a szavazás, bezárják a szavazóhelyiséget, és mindent elrámoltak a bizottsági tagok az asztalról, akkor addig nem lehet megkezdeni a két nagy urnának a felbontását, amíg a mozgórnát először felbontják, abban megkeresik az ellenőrző lapot, mert ha nincsen benne az az ellenőrző lap, amit reggel bedobtak, akkor az odadobott összes szavazat érvénytelenné válik. Tehát akkor azt kell először jegyzőkönyvezni, illetőleg valamennyi érvénytelen szavazólapot érvénytelenné nyilvánítani azok feltüntetésével. És ezt követően kerülhet csak sor, ha itt megtalálták az ellenőrző lapot, hogy a másik két urnát is felbontják, és akkor a három urnának gyakorlatilag a tartalmát össze kell önteni, mert mi van, ha valahol csak egy vagy két választópolgár szavazott mozgórnával, ha azt külön lehetne bontani, akkor kiderülne a választói akarat. Tehát a titkosságot így is őrizni kell, hogyha minden rendben van a mozgóurnával, akkor össze kell önteni az urnák tartalmát, és ezt követően kezdődhet meg a szavazatok megszámlálása. Most többször is említettük a mozgóurnát, meg hát többször is beszélgettünk itt a Fehérvár Televízióban a különböző határidőkről. Vasárnap már gyakorlatilag erre vonatkozóan van már csak mód lehetőség kérelmet leadni, hiszen, hogyha jól emlékszem, az összes határidő már lejárt. A mozgóurna tekintetében van valóban lehetősége a választópolgároknak. Az egyik az elektronikusan ügyfélkapun keresztül még benyújtható a kérelem egészen vasárnap 12 óráig. Ebben az esetben a választási irodának kollégáim a nemzeti választási rendszerből letöltik ezt a kérelmet, és az érintett szavazatszámláló bizottsághoz eljutatjuk a választópolgár kérelmét, mert hiszen a bizottság fog dönteni a mozgóurna kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezen kívül a szavazás napján reggel 6 és 12 óra között lehet mozgóurna kérelmet benyújtani, akkor már csak papíron. Javaslom a választás.hu honlapon lévő kérelemadatlapnak a letöltését, annak a kinyomtatását, mert azon orientálja a választópolgárt, hogy milyen adatokat kell rajta feltüntetni. Tehát, hogy ez formailag biztos, hogy megfelel. Ennek meg kell, így van. És azt pontosan úgy kell kitölteni, ahogy az adott igazolványaiban a polgárnak szerepel, mert a bizottság ezt fogja vizsgálni, a szavazatszámláló bizottság, hogy a választópolgár szerepele az ő névjegyzékükön, és azokkal az adatokkal szerepele. És ebben az esetben jegyzőkönyvbe foglal döntést hoz a bizottság arról, hogy ha el kell utasítani a mozgóna iránti kérelmet, és ez nem lesz kézbesítve a szavazás napján, tehát erre vonatkozóan több információt nem tudnak adni. Kik igényelhetnek mozgóurnát? Mozgóurnát azok igényelhetnek, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk következtében, vagy fogvatartásuk miatt nem tudják megközelíteni a szavazóhelyiséget, nem tudnak oda ténylegesen elmenni. Ezt az indokot természetesen, milyen okból kérik a mozgóurnát, ezt bele kell írni a kérelembe. Sajnos az, hogyha valaki egész nap dolgozik, akár vasárnap is, az nem ok arra, hogy mozgóurnát biztosítsunk. Köszönjük, mert hát nyilván sokaknak felmerül ez a gondolat is. Lehet akkor kezdéskor, vagy ugye 7 óráig zárásig föl lehet keresni a különböző szavazó körökbe az érintett helyszíneket, de hogyha már a zárást említettük, mi történik akkor, hogyha én ugye odaérek zárási időig, 7 óráig, és beállok a sorba, ne legyen sor, de mondjuk van sor. Sajnos előfordulhat, főleg ha jó idő van, és akkor a kiskertekben tevékenykednek, és este még elszaladnak szavazni. Ebben az esetben, aki 7 óráig a sorba még beállt, az szavazhat természetesen. Azt kértük a bizottságoktól, hogy egy bizottsági tag 7 óra 00 perckor álljon be akkor a sor végére, ha ugye nem lehet bezárni az ajtót, és ebben az esetben ő mögé már nem állhat senki, mert az nem szavazhat. Ugye ez az, ami minket átlag választó polgárokat érint a választás napján, de hát nyilván az önök és az ott tevékenykedő bizottsági tagok, delegáltak munkája még folytatódik. Hogyan zárul ez a nap? Hát reméljük, hogy nem túl későn fog zárulni. A szavazatszámláló bizottságok bezárják ugye a szavazóköröket. Az első dolguk az, hogy el kell kötegelniük kell és el kell rakniuk a fel nem használt szavazólapokat, meg el kell rendezni a rontott szavazólapokat, ami a napközbeni lehetőség, hogyha valaki elrontja a szavazólapot, akkor egyszer kérheti annak cseréjét a választópolgár. Illetőleg ezen kívül
meg kell számlálniuk azt, hogy a névjegyzéken és a mozgóurnát kérők névjegyzékén hány olyan választópolgár szerepel, akinek a neve mellett aláírás van, és ezzel megállapítják a szavazóként megjelentek számát. Ezt követően kerülhet sor arra az urnabontási műveletre, amelyet elmeséltem, és hát természetesen szét kell válogatni érvényesre és érvénytelenre a szavazólapokat, az érvényes szavazólapokat pedig pártlistánként kell szétválogatni, és minden egyes köteget addig kell számolni, míg kétszer ugyanaz az eredmény nem jön ki, de végén ki kell tölteni az ezzel kapcsolatos adatokat. A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető feladata az adatoknak a rögzítése, és őneki feladata az, hogy amikor ezek az adatok előállnak, és végzett ilyen szinten a bizottság, még mielőtt a jegyzőkönyvet véglegesen kitöltenék, azelőtt ezeket az adatokat bediktálja nekünk telefonon. Ezt a megoldást találtuk, lehetne faxon és különböző módokon, de ez a legbiztonságosabb. A Városháza dísztermében áll ilyenkor fel a választási iroda stábja, ott a telefon mellett dolgozó kolléganői mellett átvevő és területfelelős kollégák fognak segíteni abban, hogy az egyszerű matematikai műveleteket ellenőrizzék, hogy jól végezte el a bizottság, érvényes, érvénytelen szavazólapok száma, együtt a szavazóként megjelentek száma, illetőleg a pártonként leadott szavazatok száma, ez nem egy bonyolult számítást vesz igénybe. Amikor ez megtörténik, leellenőrzik, a nemzeti választási rendszerben rögzíteni kell ezeket az adatokat, ott is csak pusztán a matematikai összefüggéseket vizsgálja a rendszer, és azonnal kiabál, hogyha valami nem stimmel, kettőször kell rögzíteni, tehát ott elütés nem lehetséges, kétszer ugyanazt a számot kell beírni. Amikor ez rendben van, akkor kint a szavazókörben kitöltik véglegesen a jegyzőkönyvet, természetesen az akkor ott lévő valamennyi bizottsági tag aláírja. A jelölőszervezetek, pártok által delegált bizottsági tagoknak egy másolati jegyzőkönyvet kell átadni. Ezt kézimásolással tudjuk megoldani a szavazókörökben. Természetesen erre minden lehetőségük meg lesz, illetve mindent előre biztosítunk a bizottságoknak, és a delegált tag átveszi a másolati jegyzőkönyvet, aláírja az eredeti jegyzőkönyvön ezt az átvételt, az eredeti jegyzőkönyv mindkét példányán, de ezt követően összecsomagol a bizottság, az elnöknek és a jegyzőkönyvvezetőnek kell behozni a választási anyagokat és véglegesen leadni, addig a bizottságnak együtt meg kell várni ezt a végleges leadást, hiszen ha bármi hiba van, bármi matematikai összefüggésbeli hiba szerepel a jegyzőkönyvön, azt ottnál bent a választási irodán nem lehet javítani, akkor bizony vissza kell menni a bizottságnak, és együttesen tudnak bármilyen javítást azon eszközölni. Nem szokott ilyen lényeges hiba bekövetkezni, ott a kollégáim átnézik formai szempontból, ismételten rögzítésre kerülnek ezek az adatok, és ha mindennel rendben vagyunk, átvesszük a választási iratokat, tehát az összes szavazólapot kötegelve, összekötözve, és minden kötegen feltüntetve a benne lévő darabszámot, minden bizottsági tag által aláírva, tehát nagyon sok adminisztráció van még, akkor ezt követően tudnak hazamenni a bizottsági tagok. Mi meg még dolgozunk tovább, amíg az egész 1-es és 2-es országgyűlési egyéni választókerületben be nem fejeződik a szavazás. A választási irodához futnak be napközben egyébként a különböző bejelentések is, mondjuk akár állampolgári részről, akár pedig a szavazókörökből? Igen, a szavazókörökből mindenféleképpen, az állampolgárok részére pedig természetesen rendelkezésre állunk a választási iroda dísztermében. Ha szavazókörökben is olyan probléma merül fel, amelyben nem tudott a bizottság választ adni, segítséget nyújtani, vagy pedig azt a választópolgár nem fogadja el, akkor természetesen bent a választási irodán állunk rendelkezésre, és ezt biztosítjuk a Városháza dísztermében, illetőleg a kollégáim az anyakönyv irodán ott gyakorlatilag telefonos segítséget nyújtanak a szavazatszámláló bizottsági tagoknak, ha nem tudnak eligazodni az igazolványok erdejében. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és kaphattunk egy nagyon részletes általános útbeigazítást, azt hiszem, hogy május 26-át vonatkozóan. Köszönöm én is a lehetőséget.
Mi pedig menjünk tovább, hiszen itt a köztérben még folytatjuk most pedig a pártokkal. Ahogy ezt említettük, ugye a szavazólapon sorrendben szerepelnek majd a következő pártok és pártszövetségek, az MSZP Párbeszéd, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Fidesz-KDNP, a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk Mozgalom, a Magyar Munkáspárt, és a Lehet Más a Politika is. Lába Henriette, a kolléganőm összeállítása következik. Megkérdeztük a pártokat is, hogy ők hogyan készülnek május 26-ára, illetve mire számítanak. Minden ellenzéki párt megtette a magáét szerintem, köztük az MSZP Párbeszéd is, itt Székesfehérváron. Én bízom benne, hogy magas lesz a részvétel, és az európai integráció hívei, Európa nyugati felének a barátai, és akik azt szeretnék, hogy ne a kelet felé orientálódjon Magyarország jövője, ne putyinisztánként, ne orbánisztánként kelljen leélni a jövőnket, hanem az Európai Unió szövetségi rendszerének szerves és megbecsült tagjaként, azok részt vesznek ezen a szavazáson, és hitem és reményem szerint az MSZP Párbeszéd listáját fogják támogatni. Milyen eredményben bíznak az európai parlamenti választásokon? Nehéz jóslásokra bocsátkozni, és már vasárnap estére meg fogjuk tudni az eredményt. Én abban bízom, hogy az ellenzéki pártok többséget szereznek ezen a választáson, szavazatszámban, és így az Európai Unió hívei meg tudják erősíteni azt az egyébként Magyarországon többségben levő véleményt, radikális többségben levő véleményt, hogy Magyarország jövője az Európai Unió tagjaként és az Európai Szövetségi Rendszer tagjaként van. Az MSZP Párbeszéd hány helyen lenne elégedett így az európai parlamenti választásokon? Én nagyon szeretném, hogy Jávor Benedek barátom, aki egy olyan problémának az elkötelezett harcosa, mint a klímavédelemért való küzdelem, többek között a széndioxid kibocsátás, a műanyag kibocsátás visszaszorításáért vívott küzdelem. Én nagyon remélem, hogy még ő is mandátumot fog szerezni. Ebben a kampányidőszakban nagyon sok helyen jelentünk meg Fehérváron is. Ide igyekeztünk idézőjelben elhozni az összes jelöltünket. Itt volt velünk Gyöngyösi Márton, volt a Brenner Kolomán, volt a Balczó András, a Jobbiknak a pártelnöke is, itt volt Bana Tibor is. Igazából ők voltak azok a jelöltek, akik indulnak és rajta lesznek a listán. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a listán szakmai alapon a lehető legjobb embereket tudjuk kínálni a fehérváriaknak is. Ami viszont egy kicsit árnyoldala ennek az egész kampányidőszaknak az, hogy jóformán ezzel a 201 néhány propaganda médiummal nem tudunk mit kezdeni, tehát nem tudjuk felvenni velük a versenyt. Mit remél a Jobbik, hány helyre számítanak az európai parlamenti választásokon? Igazából itt van olyan jóslás is hogy mondjuk négy emberbe fog jutni, van olyan, hogy három, van pessimistább is. Én optimista szoktam lenni, én remélem, hogy négy képviselőt be tudunk juttatni, pontosan azért, mert a negyedik helyen is egy kiváló szakember áll, aki több nyelven beszél és jártas a közéletben, úgyhogy nagy, tehát reménykedünk, igazából részvételen fog múlni. Azt gondolom, hogy nagyon sok aktivista segíti és támogatja a munkánkat. Levelet viszünk ki minden háztartásba, megkeresik őket személyesen, illetve telefonon is felhívjuk a választóinkat, és bízom benne, hogy akkora létszámmal tudunk elmenni, hogy biztosítjuk azt, hogy Magyarország megmaradjon Magyarországnak, és hát hosszú távon meg tudjuk őrizni Magyarország 1000 éves keresztény kultúráját. Milyen eredményt várnak? Én bízom benne, hogy egész Európában, így Magyarországon is a bevándorlás ellenes erők fogják megnyerni a választásokat, és olyan brüsszeli vezetéshez tudunk hozzájárulni a magyar EP frakcióval, amely meg fogja reformálni az unió működését annak érdekében, hogy a migrációt meg tudjuk állítani. Hogyha helyekben gondolkodunk, akkor hány helyet gondolnak így a listáról? Hát ezt nehéz elmondani, ugye az elmúlt választáskor 12 mandátumot szereztünk, én bízom benne, hogy ennél több lesz. Én szeretném arra kérni a választókat, hogy minél többen menjenek el választani, gyakorolják a választójogukat, és a demokráciába eldől majd, hogy az eredmény az nekünk fog kedvezni.
A Momentum szemszögéből a kampányidőszak alatt teljesen egyértelműek és világosak voltak a céljaink. Iskolára, kórházakra és munkahelyekre szeretnénk költeni az Európai Uniós támogatásokat. Azért fogunk dolgozni az Európai Parlamentben, hogy az Unió célzottan ezekre a területekre küldje a támogatásokat. Ehhez két dolgot tartunk kifejezetten fontosnak. Az egyik az, hogy ne kapjunk addig támogatást, amíg Magyarország nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez. Mi azt gondoljuk, hogy azt a nemzeti érdeket kell szolgálni ezzel, hogy az Orbán család további gyarapodását meg tudjuk akadályozni. A másik nagyon fontos pedig, hogy célzottan ezeknek az intézményeknek küldje az Unió a támogatást egy független európai szervezeten keresztül, ezzel pedig az állami és önkormányzati szinten intézményesített korrupciót szeretnénk megelőzni. Milyen eredményekre számít? Én azt gondolom, hogy az utcán a kampányidőszak alatt felgyülemlett tapasztalatokból kijelentettem, hogy a lakosság nagy része tudatában van annak, hogy veszélyben vannak az Európai Uniós források. A miniszterelnök úr gyakorlatilag megszégyenült, szégyenpadra került, vele már mutatkozni is mondjuk ki gáz, és az emberek ennek tudatában vannak. És én azt gondolom, hogy egyre többen látják, hogy itt mi forog kockán és milyen tétje van ennek a választásnak. Tehát az uniós forrásokat meg kell őrizni, ezért mindenképpen egy Európa párti erőre kell szavazni. A választáson vasárnap én két mandátumnak örülnék, viszont azt gondolom, hogy ha a végén esetleg egy mandátum lesz, én azzal is elégedett leszek. Ami biztos, hogy a választópolgárok a jövőben tőlünk, ahogy eddig is megszokhatták, az elveinkért kiálló, tárgyalóképes és alkuképes politikai erővel fognak találkozni, viszont tényleg az elveinkért kőkeményen ki fogunk állni. Azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció kitett magáért, óriási kampányt folytattunk, és ugye Dobrev Klára megjelenése nagyon-nagyon pozitív volt, és nagyon örültek neki a választók. Egyértelmű az, hogy amit mi kínálunk, az a pozitív üzenet, a Fidesz üzenete viszont ezzel szemben csak az, hogy negatív kampányt folytatott, csak hergelte az embereket. Egy darab pozitív üzenetük nem volt, hogy miért is kellene, hogy az Európai Unióban Magyarország aktívan részt vegyen, hogy ezért buzdítunk mindenkit arra, hogy szavazzon a DK-ra, szavazzon egy ellenzéki pártra, mert mi tényleg pozitív dolgokat szeretnénk az Európai Uniótól kicsikarni és elérni, akár országosan, akár pedig itt a városban is. Milyen eredményt várnak az európai parlamenti választásokon? És konkrét mandátumot nem tudok. Igazából nem is az számít, hogy hány mandátumot szerez külön a DK, hanem az számít, hogy sokkal több ellenzéki mandátum legyen, mint fideszes mandátum. A Fidesznek nincs helye az Európai Unióban. Látjuk a plakátjaikon is, hogy ők csak ellene hergelnek. Akkor így nem is tud számot mondani, hogy a listán hány helyben bízik? Nem, igazából minél több helyben bízunk. Nincsenek ilyen számítások, látjuk a közvéleménykutatásokat, sokszor mondtak már fals eredményeket, abszolút erre nem lehet alapozni. Az embereken azt látom, hogy pozitívak és tetszik nekik ez a kampány, amit folytatunk, úgyhogy bízom abban, hogy minél több mandátumunk lesz. Én azt gondolom, hogy ilyen turbulens kampányunk régen volt az európai parlamenti választások kapcsán. A mi hazánk vezetői és listavezetői végigjárták az országot, több mint 70 helyszínen tartottak lakossági fórumot, és több százszor, talán több ezer alkalommal is jelentek meg az utcán standjaikkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kampányt azt sikeresen végigcsináltuk, most már a választókon a sor. 26-án várjuk az eredményeket. Milyen eredményt vár a mi hazánk mozgalom? Ha reálisan gondolkodunk, azt gondolom, hogy a mi hazánknak egy bejutó, az már jó eredmény lenne, hiszen nekünk most alig hat hónaposan jegyzett pártként azt kell bizonyítanunk, hogy van helyünk a politikában, jelen vagyunk a magyar közéletben, és meg tudjuk vetni a lábunkat. Baloldali nemzeti pártként mi olyan Európát képzelünk, ahol nem csak a bankoknak, nem csak a milliárdosoknak jó, hanem mindenek előtt az embereknek, a népeknek. Mi a bankok, a pénzvilág uralma helyett a népek demokratikus együttműködését akarjuk. Ha ott leszünk az Európai Parlamentben, kezdeményezni fogjuk, fizessenek a gazdagok, vezessenek be olyan adókat, amelyek sújtják a milliárdosokat, a bankokat. Ebből a pénzből támogassák ne a migrációt ösztönző civil szervezeteket, hanem az egyes országok igényeit. Magyarországon kórházakat építsenek, iskolákat építsenek, a szociális ellátást segítsék. A munkáspárt a békehíve. Mi olyan Európát akarunk, ahol népeink békében élhetnek mindenkivel. Ma feszültség veszi körbe Európa népeit.
félünk a holnaptól, félünk a jövőtől. Mi nem akarunk szankciókat Oroszország ellen, nem akarunk újabb fegyvereket Magyarországon, nem akarunk háborút Oroszország ellen. Mi békét és kölcsönösen előnyös együttműködést akarunk Oroszországgal. A munkáspárt kezdettől fogva azon a véleményen volt, állítsuk meg az illegális migrációt. Minden európai népnek saját maga joga az, hogy döntsön, kiket fogad be, kikkel szeretne együtt élni. Kitelepülésünk célja ugyanúgy, mint a korábbiakban, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni a programunkat, és minél több embert tájékoztassunk a klímaváltozásról, illetve a súlyos helyzetről, de én úgy gondolom, hogy az emberek ezt már a bőrükön érzik, mivel ugye a viszontagságos időjárás és a zöldségár emelkedés szerintem mindenkit érintett az elmúlt időszakban is, és ezért vagyunk itt a mai napon is, hogy az utolsó pillanatig minél több emberrel tudjunk találkozni. Miként értékelné a kampányt az európai parlamenti választás tekintetében? Az európai parlamenti választáson itt Fehérváron kifejezetten sokat tartózkodtunk, és úgy értékelem, hogy, illetve bízom abban, hogy nagyon sok emberhez eljutott az a gondolat, illetve az a program, amit mi képviselünk, és bízom benne, hogy ezért minél többen részt vesznek a vasárnapi választáson, és támogatják az LMP-t, Magyarország zöld pártját, és bízom benne, hogy legalább két európai parlamenti képviselőnk lesz az Unióban. Milyen eredményekre számít? Én úgy gondolom, és bízok benne, hogy két képviselőnket tudjuk kijuttatni az Unióba, az Európai Parlamentbe, és az LMP-nek két képviselője lesz az Európai Parlamentben, mert Európa vagy zöld lesz, vagy nem lesz. Kedves nézőink, köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár televízióban. Ha tehetik, akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra!